Sziasztok! Ma a zsírszalonnát fogok kisütni nektek. Kettőt ütünk egy csapásra, mert zsír is lesz, és töpörtyű is. Láttátok, hogy egy pici vizet öntöttem a mindkét kis edénybe. A zsírszalonnát kb. 2-3 kilót kell vásárolni ahhoz, hogy érdemes legyen ezzel foglalkozni szerintem. Egyelő kockára vágjuk, és akkor szépen pici vizet öntök el, és nagyon szépen, lassan, sok-sok kevergetés mellett fogjuk szépen kisütni. Amit az előtte láttatok kis töpörtyűt a legelején, az libatöpörtyű. A libatöpörtyűvel ugyanígy járunk el, mint a zsírszalonnával. Kicsit összevágjuk, ha akarjuk, de nem muszáj, mert a libatöpörtyűből nagyon-nagyon sok zsír kisül, és nagyon picike lesz a töpörtyű. Gyakorlatilag láttátok, az enyém is nagyon picike lett, nem muszáj összevágni. A zsírszalonnát, mikor szépen lassan kisütöttük, mikor már egy olyan sárga színt kapott a töpörtyünk, akkor van, aki már azt mondja, neki az úgy jó, és nem foglalkozik vele tovább, kinyomja, ő egy kicsit világosabb színű töpörtyűt fog kapni, az is nagyon finom. Én szoktam beletenni egy korty tejet, azt lehet, hogy láttátok is, mikor beleöntöttem az előbb, és gyors kevergetés mellett meg kifuthat, míg habos, addig kevergetjük, és ha utána eltűnt a hab, akkor lehet kinyomni a töpörtyűt, mert addigra piros is lesz a töpörtyünk. Igazából azt kell mondjam nektek, hogy azért van csak a tej, hogy minél gyorsabban piros legyen a töpörtyű, mert ha nem teszünk bele tejet, és ilyen piros töpörtyűt készítünk, akkor a zsírunk már elég. És az meg nem olyan jó, mert kihatással lesz majd az további életében a ételeinkre. Tehát ha egy pici korty tejet teszünk bele, akkor gyorsan megpirul a töpörtyű, és nem ég el a zsírunk se. Szépen kinyomkodjuk, ez mindenkinek a maga szokása szerint van. Van, aki zsírosabban szereti, van, aki szárazabban. Én az arany középutat választom, jó erősen rányomok erre a krumplinyomóra, és már elég is lesz. A zsírt leszűrjük, és üvegekbe tesszük. Ilyen gyönyörűen fog kinézni, de amit láthatjátok. Nagyon-nagyon vigyázzatok, mikor csináljátok, mert nagyon forró a zsír, és balesetveszélyes. Odafigyeléssel kell készíteni, ilyen szép színű lesz, de lehet, hogy a tietek még világosabb lesz. Ez kifehéredik, és miután kifehéredett, utána szépen tetőt tesztek rá, kihűlt, tetőt teszünk rá, és hideghelyre teszünk, és felhasználjuk. Köszönöm, hogy meghallgattatok, a videó sarkában van az iratkozz feltábla, ott rákattintotok, és fel tudtok iratkozni, és gyertek a oldalamra is, és van egy csoportom is, oda is szívesen látlak benneteket. Sziasztok!